perc alatt szerintünk nagyon könnyű lesz elkölteni 100 000 forintot. Már felmértük a terepet, bevásárlóval érkeztünk. Stratégiát meg felépítettük. Felépítettük, és tudjuk, hogy mit fogunk vásárolni. És először is tehát mosószerek, és sorba mennénk a sorokba. Sorok között és legvégén a műszaki cikkeket, amiket összeírtunk, amit úgy gondolunk, hogy otthon szükséges még pluszba, és el tudjuk költeni benne az 5 perc alatt a 100 000 forintot. Most mehetünk. Ennyi a Kriszta. Igen, ugye? Igen. Tomigél. Por. Mehetünk tovább. És már sietetünk is, hogy 5 perc alatt meglegyünk, és át tudjuk költeni a 100 000 forintot. Oké. Második sor. Mehetünk a borotvára. Ugye? Igen, ez a kettő. És most mehetünk a műszaki cikkekre. Itt kezdjük. Mondom. Vasaló. Bos vasaló. A grill. Igen, az. Grill, igen. Botmixer. Igen. Igen, Dolce Cavegét. És kapszulák. Mindegyikből egyet. És előleg készen is vagyunk, de még körülnézünk valahol. Csokoládékat nézzük meg, vagy pedig nézzünk körül ott hátul is. Még a csokikat megkeressük. Találjuk. Nézzünk itt is körbe. Kriszta, mit? Itt vannak a csokoládék. Édesség is legyen. És szerintem... Kész. Nézzük meg még itt életszereket is. Mindent sikerült elköltenünk. Tehát időben bőven benn voltunk, picit izgultunk, hogy kevés lesz az idő, de sikerült minden. Jó volt a stratégiánk, felírtuk az árakat, összeadtuk, és mindent úgy sikerült sorba lepakolnunk, ahogy elterveztük. A vasalót azt a párom anyukájának vettem, anyósomnak, ezt magamnak, mert most romlott el a napokban a botmixerem. Hát nagyon sokat mosunk, azért vettünk mosószert. A fiamnak igazából a meleg szendvics sütőgépet, meg a borotvát vettem. A fiamnak ezt a testvéremnek vettem. És hát a süteményt is végül is a család használja, mert nagyon sok sütit sütünk. A botmix és a kávéfőzőgépet, azt is sok kávét iszunk. Úgyhogy mindent sikerült, amit szerettünk volna.